Majd oda kell bemenni. Ezúttal a segítők segítettek, azok a kollégák nyújtották karjukat az ESZ-ben, akik máskor maguk is másokon segítenek. Az intézmény most először szervezett véradó napot, ami igen népszerűnek bizonyult a házban. Az Ápolók Világnapjához kapcsolódóan gondolkodtunk azon, hogy mit lehetne hagyományteremtő céllal elindítani itt az intézményben, és innét jött a gondolat, hogy szervezzünk egy véradást. Közel 500 közalkalmazott dolgozik ebben az intézmény hálózatban, és arra gondoltunk, hogy biztosan lesz között pár olyan bátor vállalkozó, aki ebbe bekapcsolódik. Közben aztán kiderült, hogy itt nagyon sokszoros véradók is vannak a kollégáink között, és az első szóra jelentkeztek, hogy természetesen akkor itt lesznek ezen a napon. Olyan célja is volt ennek, hogy legyen egy olyan nap, akik eljönnek vért adni, egy kicsit tudjanak egymással találkozni, beszélgetni a véradást követően. Több mint 50-en vállalták, hogy fejenként 450 ml vérrel segítenek, köztük többen rutinos véradónak számítanak, de olyan is akadt, aki most először gondolta úgy, hogy részt vesz a szervezett véradáson. Mostanában családunkban is nagyon sok olyan esemény történik, sajnos, amihez szükséges az orvosi segítség, és úgy döntöttem és úgy határoztam, hogy ha már rajtunk segítenek olyan sokan és olyan sokat, nővérek, orvosokra gondolok, akkor megpróbálok én is valahogy segíteni másokon. És bízom benne, hogy ez sikerül is. Első véradó vagyok, és soha életemben nem volt ilyen. Nem kell tőle félni, abszolút nem fáj. A nővérek kellemesek, közvetlenek, segítőkészek. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom mondani, ha teheti, tegye meg. A Magyar Vöröskereszt is örömmel fogadta az ESZ-i kezdeményezését. Szakemberek azt mondják, vérből sohasem elég, és mindig nagy szükség van rá. Csak több kéne az olyan intézményekből, amelyek önként és szívesen szerveznek véradásokat. Mi nagy örömmel fogadtuk ezt a megkeresést az OVS-szel, tehát a Regionális Vérellátó Központtal együttműködve. Megnéztük a helyet, és kint voltunk, megbeszéltük a részleteket, és örömmel fogadtuk, hogy itt lehetünk, hiszen a vérre nagyon nagy szükség van, vérhiány van, és a vér azt nem lehet pótolni másként, csak vérrel. A sok színes és érdekes program mellett mostantól a véradás is az ESZ-i állandó tevékenységei közé tartozik. Az intézmény ugyanis hagyományteremtő szándékkal hirdette meg pénteki akcióját. Az elképzelések szerint a segítők mostantól minden évben hozzájárulnak majd a folyamatos vérellátáshoz, hogy ezzel segítsenek azokon, akik rászorulnak erre.